Sziasztok! Megérkeztünk a harmadik féderes videónk helyszínére, az olasz hitóra. Most ide több változtatással is készültünk, de én nem árulok el többet, mert Levi már készüldik, és bemutatja majd, hogy mikkel készültünk. Sziasztok! Mint már az előző részben megígértem, ma egész napra jöttem horgászni. Egy teljesen új stratégiával és új etetőanyaggal érkeztem. Ejtsünk pár szót róla. Ez egy nagyon erős hallisz tartalmú etetőanyag. Fish egy névre hallgat. Emellé fogok bekeverni PVA Bag Pellet Mixből, szintén halliszteset. És ezeket fogom bekeverni frankfurti kolbászos CSA Ground Bait Mixerrel és frankfurti kolbászos Boost Juice-zal. A fish egyes etetőanyag egy erős hallisz tartalmú etetőanyag, amiben liftező szemcsék vannak, ezáltal a vízköztről is le tudjuk csalni a halakat az etetésre. És a PVA Bag Pellet Mix, ez, hogyha ezzel dusítjuk az etetőanyagot, illetve ezt használjuk magába, esetleg metódkosárba töltve, akkor ez egy nagyon tartalmas etetőanyag a nagy testű pontyok számára. Öt percet dobtam be, éppen hogy összeraktam a bölcsőt, és leültem a bot mellé. Már el is húzta. Nem érzem túl nagynak, de ez is hal. Remélem, minden hal ilyen gyorsan fog érkezni bedobás után. Nagyon örülök neki, soha rosszabb kezdést. Nagyon agresszívan védekezik, nagyon gyors, erős kirohanásai vannak. Itt van már a park közelébe. Sokkal agresszívabb, mint az első kis pontjom. Megszabadítottuk a horogtól. Nagyon szép, gyönyörű. Ilyen 5 kiló környéki töves, nagyobb, mint az előző társa. Gyönyörű, szép. Eredményes ez a metódpeca. Ez a mai nap bónusz hala. Előzetesen mielőtt lejöttünk, azért tudtuk meg, hogy volt afrikai harcsa telepítés a tóba. Úgy is érkeztünk, hogy számítottuk rá, hogy fogunk fogni belőlük. Hiszen tudni kell róluk, hogy ők mindenevők. Bármire rájárnak. 10 mm-es frankfurti kolbász fluo pop-upot használok. Ezt teszem föl. Most is a
csali tüskére. Így néz ki a felcsalizott horog. Ezt belehelyezem egy tégelybe, amiben sima víz van. És ez jól látszik, hogy egy rendkívül kikönnyített csalit kapunk, amit az SBS 8-as grip tip horga pont a fenéken tart, és egy 10-es golyó, hogyha így kicsit följebb húzzuk a zsinort, akkor látszik, hogy milyen könnyű. Egész valószínű, hogy ez lesz az első, amit a ponty a szájába fog venni. Mint már az előző videókban említettem, method kosárra szoktam féderezni. Ez most egy félfix rendszeri method kosár, amiben egy 7-es forgó pont beleszorul, és ezt teszi félfixé a rendszert. A forgónak a gyűrűjébe befűzöm az előkémet, kicsit szétnyitom a fület, és egy egyszerű hurokkal fölhelyezem az előkét. Így néz ki a kész végszerelék, és ez a vízben a hal megakasztása után szabadon csúszik végig a főzsinóron. Az előző afrikai harcsa után sikerült fognom még egyet, és úgy gondoltam, hogy inkább csalit váltok, egy édesebb vonalon indultam el, és ennek az eredménye lett ez a gyönyörű kis ponty. Elementális erejű kapás lettem figyelmes, alig hogy át tudtam kapni a botomat, majdnem lerántott az ágasról. Sajnos volt egy hosszú üres menet, ahol nem fogtam halat. Ezért nagyon örülök ennek a kis halnak. Megtörte a csendet. Ő ma már az 5. pontyom, így most már egyenlő arányban van a harcsák számával a pontyoké.
A mai horgászatunk a végéhez ért. Összességében egy nagyon jó napot zártam. 8 darab pontyot és 5 darab afrikai harcsát fogtam. De mivel az afrikai harcsák nem tartoztak a célhalaim közé, ezért kifejezetten a pontyokat próbáltam keresni úgy, hogy máshova dobáltam, ez is hozott halat, de mivel a hideg fronthoz mérten lehűlt az idő, ezért csalit is váltottam, édesebb jellegű csalikkal próbálkoztam, és hál' Isten a pontyok előbb találták ezt meg, mint a harcsák, úgyhogy nagy örömmel tudtam be, hogy beváltak a taktikáim. Ezzel szeretnék búcsúzni tőletek, tartsatok velem legközelebbi, sziasztok!